Na sziasztok gyerekek, vasárnap van, azt hiszem. Mondom, gyorsan csinálok egy ilyen kis vlogot, de nem tudom mennyire haladszik az autóktól, ugyanis itt vagyok a Tesco-nál, és csörög a telefonom, úgyhogy megálltom addig a kamerát, gyerekek. Gyerekek, legszebb érzés az, mikor van testvéretek, és felhív, azzal a tudattal, hogy megevettél mindent, mármint, hogy bevásároltam-e, és hogy mindent megevettem a boltba. Gyerekek, ez a legszebb dolog a világon, és már kezdem gyűlölni azt, hogy jön az, hogy megevettem mindent. Természetesen igen. Rengeteg autó jön, és gondolom biztos hülyének néznek, hogy most én itten videót készítek. Meg elment pár ember azóta, úgyhogy addig nem kezdtem el így a dolgoknak, mert biztos jön az, hogy na most ez a lány mennyire hülye, és nem normális, mert hogy készít videót. Azért készít videót, mert már régen volt. Úgyhogy ez van, gyerekek, benn vagyok a városba, Sárváron. És hát itt vagyok a Tesco-nál, és rengeteg, de rengeteg autó jön. Így nem tudom, vagy én járok keveset vásárolni, vagy a városba, tök mindegy, hogy minek, de így vasárnap reggel nagyon megindulnak az emberek, és én ezt nem szeretem, mert jönnek-mennek autók, busz tele van, meg így tele van a város, és utálom a nagyságos tömeget, meg ilyesmi. Bocs, hogy megint megállítottam, hiszen jönnek-mennek az emberek, és hát nem akarom, hogy telek hülyének nézzenek. Ja, egyébként bocsánat azért, mert hogy ilyen csúnya vagyok, nem tudom, hogy mennyire látszódik az, hogy karikás a szemem, de így nekem elég rendesen látszik így kamerán keresztül. Annyit mondanék, hogy beállítottam ébresztőre a telefonomat, de viszont ugye az történt, hogy én nem hallottam meg, tehát nagyon aludtam, tehát hajnali 1 órakor vagy 1:30-kor feküdtem le aludni. És én beállítottam, hogy 6 óra 5-től csörögjön a telefonom. Tehát nem sikerült felébredni, úgyhogy 8 óra 50-kor ébredtem fel, és akkor 9 óra 10-kor már viszont indult a busz. Megint jönnek gyerekek, úgyhogy leállítom a kamerát, aztán majd folytatjuk. Na, itt vagyok, elmentek az emberek, meg mit tudjam én mi, meg elszívtam egy cigit, mert nagyon-nagyon ideges vagyok, mert 11 óra, 6 perckor ér ide a Tesco-hoz a busz, gyerekek, úgyhogy nagyon ki vagyok akadva, úgyhogy most szidom az egész életemet. Ja, meg rohadt hideg van. Én nekem meg szokásom az, hogy egy ilyen egyszál póló, és akkor jön az, hogy nagyon ritka esetben jön az, hogy ilyen feltűrött pulóvert, tudod, aztán ugye a bőrkabát. Ja, úgyhogy. És már megint jönnek, és biztos, hogy azt mondják, hogy nagyon idióta ez a csaj. Gyerekek, jobb is, hogy megállítottam a kamerát, ugyanis jött az, hogy most itt a szemem előtt annyi volt, hogy egy autó megállt, ugye lefékezett, mert ugye itt van a körforgalom. Aztán ugye így a másik, ami mögötte jött, az szépen így neki puffant. Jó, hál' Istennek úgy baja nem lett az autóknak, úgyhogy most arrébb mentek és félreálltak, és megbeszélik a dolgokat. Na, hol is tartottunk? Ja, meg visszatérve arra, hogy ja, faszom volt, ugye jött az, hogy most 9-10-kor jön a busz, hát én kurva nagy rohanásban voltam. Úgy nézzetek hülyének ki, a faszt érdekel már komolyan. Már nem volt jó ideje egy különösebb vlogom, mikor vagyok valahol és ilyenek, hát leszarom már, basszák meg. Bocsi a csúnya beszédé, sajnálom. De mikor ideges vagyok, kijön ez belőlem, és reméljük, hogy a YouTube nem tűnt le miatta. Te biztosan hülyének néztél? Nem baj. Ja, eljött egy biciklis. Na. És legyen is ilyen posztban videóállás. Úgyhogy volt ilyesmi. Aztán bejöttem a városba, és ez a szopatása, hogy nem sok mindent kellett vennem, aztán most itt szobrozunk a buszmegállóban. Várjuk a buszt. Aztán majd eltelik az idő. Ez körülbelül lehet egy ilyen 10 óra 15 körül lehet, és 11 óra 6 perckor ér ide a Tesco-hoz a busz, szóval addig lefagyok meg ilyesmi. Ja, még gyorsan elmondanám, ameddig nem nézek tényleg hülyének, hogy tegnap gyerekek, jött új szekrény sor, meg ilyesmi. Azt kellett pakolászni, meg stb.
Szóval ennyi volt picit, megsérült az ujjam, annyira nem vész, csak egy kis foltocska. De utána az volt a kibaszás, hogy utána meg este nekiálltam, vagy sem megváltam az autót, de nekiálltam mosogatni, és akkor rohadtul csípte a mosogatószer a kezemet. Legszebb érzés az, gyerekek, mikor itt beszélek, mert beszélek, és az autóból csak lesnek, hogy mi a kurva Isten van. Na, úgyhogy ez van, gyerekek, ennyi lett volna a videó. Na, sziasztok!